Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szombathely ma, ismét 3-4 órában próbálunk olyan közéleti témákkal foglalkozni, amik mindenképpen érintik a kedves nézőket is, vagy érdekesek lehetnek. Beszélgetni fogunk arról, hogy ma indult a Hanuka, ma kezdődött a fény ünnepe. Hogy pontosan mit jelent ez, és mit jelent a gyertyagyújtás a zsidók hitközségnél, ez kiderül ma este. Aztán beszélgetni fogunk arról is, hogy karácsony közelettével gyakrabban szeretünk segíteni másokon, jónak lenni jó, hogy ehhez a Szombathelyi Caritas hogyan kapcsolódik, ez is kiderül a ma esti Szombathely mában, de a műsor elején fogadó óra. Rögtön kezdünk! Kedves nézőink, a ma esti fogadó órában a 13-as számú választókörzettel foglalkozunk. Vendégünk itt a stúdióban Gyebrovszky János képviselő úr. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez a dolga. Úgy szoktuk csinálni, hogy először bemutatjuk, és arra kérem képviselő urat is, hogy mutassuk be a 13-as számú választókerületet. Melyik azok a legfontosabb utcák, intézmények, amivel könnyen beazonosíthatják a kedves nézők az ön területét? Viszonylag könnyű beazonosítani, Szent Gellért, Szent Florián Perint és a Szőlősi sétány, ez a négy szög, ahol gyakorlatilag a választókörzet elterül, két nagy alapvető részből, egy kertváros évezetből, és hál' Istennek gyakorlatilag a kislakó telepből áll. A kislakó telephez tartozik, és a körzetemhez is tartozik a Szent Gellért utca túloldalán levő 10 emeletes házaknak a képviselete is. Fontosabb intézmények, hát van egy-kettő, amivel nem is szívesen foglalkoznék, ilyen mondjuk a Szova, aminek már rég nem ott lenne a helye ebben a beépült körzetben. Aztán ugye a Vilszöv, ami egy nagyon komoly ipari üzem, és nagyon sok embert foglalkoztat. Viszonylag zöggenőmentes az együttműködés, bár nem, nekik is, ők is inkább beszorultak, és ezzel tevékenységük is korlátozott. Egyfajta gyermekek háza, mint olyan intézmény. Van egy pár iskolánk, óvodánk, bölcsödénk, az a túloldalt van, ez a másik körzetbe tartozik, de van. Tehát ilyen intézményeink vannak, és nem utolsó sorban, de büszke vagyok az Alumit Orvosi Rendelő, mint az egy első olyan. Egy orvos, egy beteg rendelő volt, amely a város legkorszerűbb rendelője még mai napig is. Említette, hogy a terület úgy adódik össze, hogy van lakótelepi része és van zöld övezete, kertvárosi része is. Beszéljünk akkor először a zöld területekről. Itt már korábban volt arról szó, hogy a fák gondozásában akadhatnak problémák. Mire kellene itt odafigyelni, milyen terület van? Alapvetően ebben is különbözik a két terület, hiszen elsősorban a zöld területek ápolása, fenntartása az elsősorban a lakótelepeken érvényesül. Ugye itt játszóterek vannak, sportpályák vannak, és egyáltalán a lakóépületek közötti zöld területek karbantartásáról van szó. Gyakorlatilag évek óta mondom, és fontosnak tartanám, ugye ez egy zegzugos, szeles környék, itt állandóan viszi a szél a szemetet, ahogy merre jár, és éppen arra megy a szemét is. Tehát fontos lenne a szemét összegyűjtése, fontos lenne egy olyan parkori szolgálat fenntartása, amely a játszótereket karbantartja, ha kell időnként ellenőrzi is, mert sajnos vannak olyan gyerek, akik túlkorosként 3 éves játékokon, 3 éves korú gyerekek játékain próbálnak játszani. Ugye van 3 sportpályánk, ezeket éppen napokban hézak kiöntötték, hogy valamilyen karbantartás legyen, tehát megcsinálták azokat a hézakat, kiöntötték, a további felfagyások elmúljanak. Az eszközeik többé-kevésbé rendben vannak, ami az eszközöknél problémát jelent, ezek a labdafogó hálók, mert ez egy gyalázatos állapotban van, és az a probléma, hogy egyébként nemrég cseréltük őket, tehát nagy része 3 éves, és mégis darabokban van. Tudomásul kéne venni, hogy a kapuk mögötti hálókat ezt erősebb anyagból kéne megcsinálni, mert ugye nincs, ami letompítsa a labda lövését, és innentől kezdve tönkre megy. A játszótereink többé-kevésbé rendben vannak, a karbantartása vannak időnként gondok, de ezeket általában jelezni szoktam a szompartnak, és többé-kevésbé előbb-utóbb megcsinálják. Napokban ugye a zavargyűjtés egy elég intenzív folyamatként elindult, közfoglalkoztatottakkal. Azt hiszem, sajnos az első év, a 3 év óta, ahol ez zavartalanul működik, sajnos vannak olyan területek, hogy még a tavalyi lomb is ott van, és nem szedi össze senki, tudni, ez ugyanúgy lemegy a parkolókba és az utakra is, amit nem a szomparknak kéne rendbe tartania, viszont más meg nem tartja rendbe. Ugye közfoglalkoztatottak nagyon jó lenne, hogyha a csatornák tisztításával foglalkoznának, mert a környéken elég sok csatorna szokott eldugulni. Körülbelül ezt lehet az ötletek rám, mert én nekem folyamatos a kapcsolatom a cég vezetőjével és munkatársaival, pontosan azért, hogy rendben legyen a park, és többé-kevésbé az utóbbi időben azért teszik is a dolgokat. Többször lehetett hallani itt nálunk is a fogadórában azt, hogy kutyatartók nem mindig megfelelő módon sétáltatják a kutyáikat, a kutyapiszkot nem szedik össze. Mi a helyzet a szemeteléssel, a kutyapiszkokkal az ön körzetében? Hát, piszok az van, ugye, ahogy szokták mondani, ez a vicces része a dolognak. Természetesen vannak fegyelmezett és nem fegyelmezett kutyatartók. Itt az önkormányzatnak szerintem kettős feladata van. Egyrészt olyan helyzetet teremteni lehetőség szerint, ne legyen fegyelmezetlen kutyatartó, tehát a játszókereket bekeríteni, az ajtókat zárva tartani, a kutyákat nem beengedni a játszóterekre, a homokozók be egyébként.
Ugye van egy jelentős kutyafutatónk a Perin partjáról sikerült föltetett, nem tudom, talán egyedülálló módon, nem tudom, mi van, Sászközben van-e ezt a kutya piszokgyűjtő edényt. Igen. Ebből 5 darab van, időnként az örítésével problémák vannak, de hosszas nekifutás vitatkozás után rá kellett jönni a városvezetésnek, hogy bármennyire is veszélyes hulladék a kutyagumi, azért az gyűjteni kell és el kell vinni. Természetesen van olyan, aki egyébként rossz helyen tartja és rossz körülmények között sétáltatja a kutyáját, de ez, szóval a kutyát lehet nevelni, de időnként a gazdát kéne. A következő téma a járdák felújítása. Említette korábban is, hogy vannak olyan járdák, amikre ráférne egy alapos felújítás. Melyek ezek a területek, meg mennyi járdáról van szó, milyen komoly felújításokra kellene számítani, vagy lenne jó megtenni? Ugye a városnak az elmúlt 30 éves működés alatt, vagy talán 40 éves működés alatt volt egy rendkívül rossz gyakorlat, hogy különösen a kertvárosi vezetekben járólapokat adtak a lakóknak, hogy tegyék le maguk. Na most ezt általában elég vegyesen tették le, de általában rosszul. Ezek most össze-vissza hepehúpásan gírbe-gurbán állnak, amik balesetveszélyesek, tavat nem lehet takarítani, de babakocsit nem lehet tolni. Most kedves nézők a képernyőn. Babakocsit nem lehet tolni, tehát ez egy elég nagy problémát jelent a választók közöttben. Aztán van egy rossz város vezetői szemlélet, amiben egy időben én is belestem bajba őszintén, hogy elsősorban utakat újítottunk föl, ugyanakkor legalább annyira szükség lenne a járdák felújítására. Az utóbbi időben az előző ciklus vége felé az egy pár ilyen utcát megcsináltunk, ahol járda csapadék közelvezetés és úttest is elkészült. De ami a legnagyobb problémát jelent, ez a Gábor Áron utca. Egyrészt hosszú és rendkívül balesetveszélyes utca, másrészt pedig az orvosi rendelőhöz vezető egyetlen gyalogút, ahol azért elég sok beteg, idős ember is megfordul, és sajnos ezek nem tudnak a járólapokon közlekedni, mert nem is lehet egyébként fizikailag. Ezért kijönnek az útszélére, ami azért késő télen már balesetveszélyes is lehet, de nyáron is a sötétben balesetveszélyes lehet. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban ezeknek a járólapos járdáknak a felújítását kéne elvégezni, főleg a főközlekedési utakon, illetve van egy pár, de hát ez mondjuk az életkorától függően a fákkal kapcsolatos probléma, hogy ugye ezek a fák öregednek és a gyökereik elég erősen nyomódnak, ezek felnyomják a járdát, és általában balesetveszélyes feltételeket teremtenek. Ebben az időszakban egy dolgot tudunk tenni, ezeknek a hibáknak a javítását megpróbáljuk a következő tavasszal elvégezni, hogy minél kevesebb ilyen balesetveszélyes járdaszakasz legyen. Arra jelenlegi városvezetés, mert én nem látok lehetőséget, olyan konstruktív megállapodásra jön, hogy bármelyik utcát is rendbe hozzák, bármelyik járdát is rendbe hozzák. A gyalogosok után foglalkozunk egy kicsit az autósokkal, hiszen az ő közlekedésük is néha problémás. Elsősorban az szokott felmerülni, hogy a régi parkolórendszer, amikor kialakult, akkor azért nem ennyi autóra alakították ki. Mi a helyzet a 13-as számú választókerületben, a hát parkolási sajnos, lehetőségekkel, illetve akár sajnos a Róbert? Sajnos azt lehet mondani a városban, hogy minél öregebb egy lakótelep, annál nagyobb a parkolási probléma. Sajnos azokat a parkolási lehetőségeket sem próbáljuk kihasználni, illetve fejleszteni, amik lehetőségeink lennének. Ugye a lakótelepen rendszeresen az a társasjáték folyik, hogy aki délután hazaér, az még talál parkolót, aki este 10 óra után ér haza, mert éjszakás műszakban dolgozik, az időnként mondhatnám szabálytalanul kell, hogy megálljon, független attól, hogy nem okoz forgalmi akadályt, és rendszeresen azt csinálják az emberek, hogy reggel fölkelnek korán 8 óra előtt, és azok az emberek, akik elmentek dolgoznak a helyére, megpróbálnak beállni, ha gyorsabbak, mint a közterület felügyelő, aki viszont azért van, hogy elsősorban napközben, meg délutánonként, amikor közterületi feladatai lennek, akkor általában nincs oda arra elég, hogy a fizetését a közterület felügyelőnek összegyűjtse, amit szerintem sok szempontból etikátlan. Én nem egyszer, nem kétszer beszéltem már a közterület felügyelet vezetőjével, és próbáltam arra kérni, hogy próbáljunk ebben rugalmasak lenni. Vannak helyek, amelyeket tűzvédelmi okokból kell kihagyni, így a 10 emeletesek előtti járda melletti részt. Én is ott is kértem már többször a tűzoltóságot, hogy jelöljük ki azokat a konkrét helyeket, mert ha 4-5 parkolóval van több a lakótelepen, akkor az 4-5 parkolót jelent adott esetben. Tehát annyira szoros a probléma. Ezt a mai napig nem sikerült a tűzoltósággal elérnem. Ugye itt a magasban mentőknek a helyét kell fenntartani, hogy ugye aznak a tapancsánt fűre egyébre tenni, viszont lenne lehetőség a lakótelepi 4 emeletesek közötti részen új parkoló kialakítása, főleg ugye egy-két játszótérnek az aktualitása megszűnt, egyrészt a lakótelep öregedése, másrészt a korszerűtlensége okán. Ugye itt megfelelő körülmények között megfelelő külső környezet átalakításával lehetne parkolókat kiépíteni. Erre vonatkozlak sajnos az utóbbi időben nem sikerült előlépnem, de kétségtelen, hogy közel 500 parkoló jelzik a lakótelepen. Károly Róbert utcai garázssorral is vannak problémák. Itt milyen problémák merültek fel, milyen gondok vannak? Hát a Károly Róbert utcai garázssor, ez egy érdekes helyzet. Én valamikor, ugye arról azt kell tudni, hogy egy garázssor, ami korszerűtlen körülmények között épült, befelé lejt a tető, azaz még az eső terhelése is jelentősen megvan ennek az útnak. Ez egy zsák utca, aminek a fele az önkormányzat tulajdonában, fele a lakók tulajdonában, hiszen beállnak a parkoló a garázsukba.
És azt én összehívtam a lakóközösséget, és a lakóközösség meglepően konstruktív volt, és próbált együttműködni ebbe a dologba. Meg is állapodtunk abba, hogy ők hajlandók fejenként 50-50 ezer forintot összedobni arra, hogy az egészet egybe lehessen, az egész utat egybe lehessen kezelni, hiszen ezt külön-külön nem lehet kezelni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most a parkoló részt, a kapujáról ezt kihagyom, a park, a másik részt megcsinálom, mert egyre jobban emelkedik fel az út, és a végén már a garázsok felé folyik a garázs. Ugye itt három dolgot kell feltétlenül megcsinálni. Egyrészt a régi szivárgárkot helyre kell állítani, ez csökkenti a terhelését az útnak. Meg kell csinálni a csatornáját a garázsoknak, hogy a jelenlegi esőterhelés, nagy felületi esőterhelés ne erre a útfelületre jöjjön le, hanem átvezessük a szivárgó árkokba az itt keletkező összegyűlt csapadékot, és egyöntetően az egész utat rendbe kéne hozni, egy tisztességes körkiemeléssel, alapozással, és első körben véleményem szerint, hogy legolcsóban megoldjuk, egy zúzott aszfaltkeverékkel megfelelő tömörítés mellett, mert egyébként ez kisebb utaknál, mert ki is próbáltam más parkolókba is, meglepően jó és meglepően tömörödik. Az a tulajdonság, hogy nyáron a melegbe kicsit fölolvad és tömörödik, majdnem olyan, mint a finn aszfalt, amit annak idején próbáltunk, és majdnem, hogy keményé válik az út, mert talán, hogyha később van rá pénz, akkor egy 5 centi aszfaltot megérve egy viszonylag kellemes útfelületet és egyöntett útfelületet lehetne kapni. Ugye én annak idején a polgármestertől kértem is, hogy ezzel a dologgal foglalkozzon a közgyűlés. Itt két alapvető probléma van. Jelenleg Szombathely városának nincs olyan rendelete és nincs olyan gondolkodása, hogy én lakó. Azt mondom, hogy van egy problémánk közösen. Én megértem a város anyagi nehézségeit. Hajlandó vagyok magam is áldozni azért, hogy ez rendbe jöjjön. A város is áldozzon ezért. És itt az első kérdés, hogy mink rendeletet kéne alkotni arra, hogy egy lakóközösség hajlandó pénzt áldozna a saját pénzéből, akkor a városnak majdnem egy kötelező elve kelljen hozzátenni a különbözetet, hogy ez megoldható legyen. A másik probléma, hogy jelenleg nem lehettem, tehetem meg, hogy jó napot kívánok, én vagyok Gipsz Jakab, bejöttem a városházára, szeretném befizetni 20 000 forintot a városnak, hogy ezt és ebben a feladatban működjünk együtt közre. Nincs hova befizetni. Nincs, aki ezt fogadja, nincs, aki ezt megfelelő szabályozott módon, akár kötelezettséget vállal, vagy ez erre használódik el, akár arra, hogy együttműködéssel ezt közösen oldjuk meg. Nincs ilyen rendelet. Szeptemberben a polgármester ezt megírta, én ezt októberben megint megkérdeztem, novemberben megint megkérdeztem. A válaszok maximum addig terjedtek, hogy majd írásban válaszolnak. Egyébként csendben mondom meg, hogy ez a feladat elsősorban a jegyző feladata, hiszen a közgyűlési határozatok végrehajtása, betartatása elsősorban a jegyzői feladat. Körülbelül így áll ez a dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy követendő példa lenne más közösségekben is. 34 garázs tulajdonosból volt, amikor 36 volt, és egyöntetően szavazták meg, hogy hajlandók 50 ezer forintot adni azok, akiknek több anyagi lehetőségen, és azok, akik kevesebb van, mert tudják, hogy ez mindannyiuk közös problémája. Kevés időnk van, képviselő úr, de szeretnénk még más témákat is érinteni. Problémás az autóbusz megállók helyzete is, vagy problémásak-e? Milyen a busz közlekedés, hiszen a nagy többség a lakóknak tömegközlekedésre közlekedik? Hát ugye az egyik sarkalatos probléma az a Szentgellért utcai két busz megállónak az ugye. Ez azért is probléma, mert onnan kb. 50 méterre új két busz megálló van a Károly Róbert elején, ami viszont nagyon közel van lakótelepi házakhoz, ami zavaró is lehet, és azért ki lehetne váltani normális körülményeket, meg lehetne csinálni ezt a két busz megállót. Ezt is szintén ugye ez a választókörzetről azt is tudni kell, hogy ez annak idején az előző ciklusban nem az én választókörzetem része volt, tehát nem az én dolgom, feladatom lett volna ennek megfelelő lobby, megfelelő hatást, megfelelő súlyt adni, hogy ez fontos. Csináltattam egy felmérést a Volánnal, aki megállapította, hogy naponta közel 500 ember várakozik a két busz megállóba. Jelenleg a busz megállót nem lehetne megcsinálni azokkal a feltételekkel, amiket a régi busz megállót csináltuk, hiszen olyan a szél uralkodó szélirány, hogyha csak egy fedett beállót csinálunk, akkor gyakorlatilag befújja teljesen a szél, a havat, az esőt, mindent. Tehát gyakorlatilag egy olyan busz megállót kéne kialakítani, ami előről többé-kevésbé oldalt zárt, hogy be lehessen állni az embereknek. A megközelítése is rendkívül sáros, agyagos. A magát a buszöblöt is megrendbe kéne hozni, de a busz megállót is ki kéne szélesíteni. Illetve hosszas visszatkozás, veszekedések után az ott levő sorfáknak, hál' Istennek a visszavágása megtörtént. Ezek közül a fák közül rengeteg beteg és elég balesetveszélyes, és miután a balesetveszélyt fokozza, hogy ott várakozó emberek vannak, és szélben ezek le is törhetnek, komoly problémákat okozhatott volna az erdőtüdőben. Ez valamelyest megoldódott. Még ugye mindig vannak vitáim a szakemberekkel, ennek a fáknak a kurtítása kapcsán, de legalább a felület nagysága miatt nem balesetveszélyesek. De két busz megálló a polgármester az elmúlt időben többször tett ígéretet, de valahogy sok más egyéb okos teendő mellett, a veszteséges cégek finanszírozása mellett valahogy nem jut erre maximum 5 millió forint. De egyébként nem kerül ez 5 millió forintba, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ezeknek a reklámfelületei ugyanúgy hasznosíthatók a város részéről, akkor előbb-utóbb még meg is térülne ennek a busz megállónak a megépítése. De hát úgy látszik, hogy a város jelenlegi vezetése ebben a dologban nem nagyon próbál előrelépni. Én egyébként késő elkeseredésemből olyan megoldást fogok javasolni, tehát tenni a következő szakban,
hogy ott várakozó embereknek el fogom mondani, mit tettem ebben az ügyben, és milyen kilátástalan az a helyzet, vagy milyen cinikus az a közgyűlés, amelyik ilyen esetben nem hajlandó megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítani, és az indoklás legtöbb esetben az, hogy máshol is vannak buszmegállók. Igen, csak nem 500-an állnak benne, és nem ilyen feltételek között. Kérdés szokott lenni még fogadó órán a körzetekben a közbiztonság. 13-as választókerületben mi a helyzet ebből a szempontból? Közbiztonság elsősorban a nyári időszakban sajnos rossz. Ugyan én kértem az önkormányzatot többször is, hogy vegyük napirendre a lakótelepek közbiztonságát, hiszen itt többféle olyan bűncselekmény van, amit az rendőrség nagyon nehezen vagy egyáltalán tud követni. Nevezetesen az, hogy este 10 óra után gyerekek randalíznak játszótereken, nyitott ablak mellett alszanak emberek, dohányoznak, isznak, kiabálnak, mert ráérnek, ugyanakkor lakók meg aludni szeretnének. Na most ennek egyik megoldása az lenne, ha a közterületfelügyelet nem csak a belvárosban próbálna jelen lenni, hanem a lakótelepek jelentős részén is nem tudna lenni. Erre sajnos nincs meg a megfelelő létszám. Elsősorban nyilván ott vannak, ahol szem előtt vannak. Ezt a problémát a rendőrség önmaga nem képes kezelni, ugyan ki mennek, de általában nem tudnak mit kezdeni, maximum annyit, hogy menjenek el a gyerekek. Ugye itt a másik, amit mindenképpen eszközölni kéne, az pedig az, hogy gyermekvédelmi munkatársaknak a jelenlétével kéne járőrzést végezni, akár a közterületfelügyelettel közösen, hogy meg lehessen kérdezni, mit keres egy 14 éves, egy 13 éves gyerek este 10 óra után bagózva egy játszótéren, ahol egyébként nem is lehetne hivatalosan bagózni, mert ugye a szombathész főkávé szerint egy szabálysértésnek minősül. Ezzel foglalkozni kéne. Aztán van egy másik probléma, amivel foglalkozni kéne, csak sajnos itt a kormányzati... Kérem a képviselő, hogy ezt egy mondatban legyen szíves, mert lejár az időnk. Köszönöm szépen. Tehát a rendeleteink közül még nincsenek meg azok a rendeletek, amelyek a csendháborítást lakóépületekben meg máshol büntetnék, ezért a rendőrség sem tud ebben az ügyben intézkedni. Ez a közeljövő egyik jogalkotási munkájának a feladata lesz, hogy ezeket szabályozzuk, és az egymás mellett élő szabályt visszahozzuk az eredeti állapot szerint. Körülbelül ennyi a kérdéseire válaszom, szívesen válaszolnék többre, és a többi idő lenne. Ha lenne időnk, egy körzetre, de hát... Képviselő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, új oldaláról mutatkozik be Ávár Tibor, a közismert gyertyaöntő, ugyanis a napokban festményeiből nyílt kiállítás a Hermann Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Galériájában. Tengerparti vagy éppen hazai tájak a vásznon, mind-mind olyan emlékeket idéző képek, amelyek megihlették az alkotót. A velemi születésű Ávár Tibor autószerelőnek tanult, majd a Műszaki Egyetem következett, ám génjei a formatervezés felé terelték. 1984-től foglalkozik gyertyaöntéssel családi vállalkozásban. Az alkotó álmai valósulnak meg munkájában és hobbiában egyaránt. Gyerekkoromban mindig rajzoltam, festettem, és ez úgy 18 éves korom környékén abban maradt. És akkor 41. születésnapomra kaptam a feleségemtől egy festőállványt, és attól kezdődött ez a festészet. És próbálkoztam, aztán most arra azért már kialakult egy valamilyen stílusom, és hát azóta üzem ezt egy 15 éve. 15 év, 100 festmény, a többnyire olajtechnikával készült alkotásait Ávár Tibor saját és barátai szórakoztatására festi. Újságban, interneten, könyvben látok egy jó fotót vagy egy képet, és akkor azt megpróbálom lefesteni, ha sikerül, akkor örülök neki, ha nem, akkor nem is tudom befejezni ezt a képet, ha elkezdem, és egy 10 perc alatt nem úgy alakul, ahogy én elgondoltam, akkor azt félreteszem, és ezzel nem is tudok tovább foglalkozni. Rend a fejben, és ha az megvan, akkor igazából nagyon gyorsan egy óra alatt elkészülök egy képpel. Ha nincs, akkor sajnos nem megy. Volt már kiállítása a Zarkaházi kastélyban, az Agórában és az Art Caféban egyaránt, most a Hermann Ottó szakképzőiskola galériájában tanárok és diákok körében nyílt meg az amatőr festő kiállítása. Esténként szoktam festeni, vagy hétvégeken. És akkor, hát igazából kevés időt, mert mondom, csak akkor állok neki, ha úgy gondolom, hogy menni fog, és hát ez nincs olyan sűrűn sajnos, meg hát időm sincs olyan sok. Ha valaki megnézi és jó érzést vált ki benne, már megérte, ezt mondta az alkotó, a képeket az iskolai téli szünet kezdetéig láthatják az érdeklődők. Thank you.
Kedves nézőink, a következő beszélgetésünk témája egy picit már a karácsonyhoz kapcsolódik. Decemberben szeretnénk jók lenni, szeretnénk egy kicsit segíteni egymáson. Jónak lenni jó, talán már önök is hallották ezt a szlogánt, a közmédia által kezdeményezett gyűjtési akciót, amit december 15-én fog közvetíteni mindenféle televízió és rádió adás, és ehhez kapcsolódik Szombathelyi Caritas is. Ezzel kapcsolatban köszönhetem itt vendégeinket, Tucainé Régvári Marietta igazgatónőt, az Egyházmegyei Caritastól, és Kocka Tibor igazgatóurat, a Szombathelyi Média Központtól. Szép jó estét kívánok! Hogy miért kapcsolódik a Média Központ ehhez a kezdeményezéshez, ez mindjárt kiderül, de tulajdonképpen erről a gyűjtésről szeretnék kérdezni, hogyha a Caritasszal beszélgetünk, akkor azért az esetek nagy százalékában előfordul, hogy ez a témánk, hogy a Caritas szívesen segít, gyűjt, lehet hozzá bevinni használt ruhákat, mindenféle adományt, akár még karácsony környékén is. Ez a kezdeményezés mennyiben új? Mitől újdonság ez? Azt tudjuk, hogy ez a kezdeményezés egy évvel ezelőtt kezdődött. Ugye akkor Böjte Csaba atyának, a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak kezdeményezte a közmédia majd minden csatornája. És mivel ennyire jól sikerült, az idén ismét megismétlik, és a Katolikus Caritas lett a kedvezményezett. És ugye tudjuk, hogy 15-én a Magyar Egyen, a Duna World-ön egész nap ez a jónak lenni jó műsor jegyében történnek a programok. A Szombathelyi Egyházmegyei Caritas helyszíni közvetítést is kapott, egy ilyen kitüntető szerepet kaptunk, és mi arra gondoltunk, hogy hát a közmédia az egy kicsit úgy távol áll tőlünk, mert ugye Budapesten van, viszont hát idestóval jó pár éve most már a Szombathelyi Televízióval, és hát ugye közel egy éve a Média Központtal van tényleg a Caritasnak nagyon szoros kapcsolata. Kértük azt, hogy hát ha tudnak, akkor csatlakozzatok, és segítsünk együtt azokon a nagyon bajba jutott, hozzánk forduló, rászoruló embereken, akiken mi az elmúlt 22 évben megpróbáltunk sokat tenni értük és segíteni. A Média Központnak miért fontos, hogy egy ilyen kezdeményezéshez csatlakozzon? Én most itt kifejezetten a Szombathelyre gondolok, hiszen azért többször hallhattuk azt, hogy a Média Központ támogatója volt, fő támogatója volt egy-egy rendezvénynek. Ez most miért fontos? Így van. Az egész év során minden nagyobb szombathelyi rendezvénynek a média támogatója voltunk, amiben csak tudtunk, segítettünk abban, hogy ezek a rendkívül jó kezdeményezések minél szélesebb körben létjogosultságot nyerjenek, illetve minél nagyobb sajtója legyen, hiszen most meg tudjuk tenni a televíziónkkal, a Szombathelyi Hét című heti lappal és a hírportálunkkal is. Egyébként, hogyha történelemben visszamehetünk egy 20 évet, éppen egy 2-3 hete került elő a Szombathelyi Televízió archívumából egy felvétel 1990-ből, abban az évben indult a Szombathelyi Televízió. Ezen a felvételen az látszik, hogy a Szombathelyi Televízió 1990-ben már egy sportsegély akciónak adott nyilvánosságot, amikor is Tóth Géza világbajnok súlyemelőnk serlegére lehetett többek között licitálni. Ezt a nézők is láthatták egyébként, ezt az archív filmet egy 2 héttel ezelőtti műsorunkban. Tehát a Szombathelyi Televíziótól, és aztán a Szombathelyi Média Központtól sosem állt ez távol, hogy segítse az ilyen helyi kezdeményezéseket. Most is a magunk lehetőségeivel segítünk. A televíziónkban a műsorok között ezeket a spotokat már láthatják a nézők. A helyi Caritasszal együttműködve készítjük a helyi spotunkat, és rövidesen ez is látható lesz a műsorunkban. Akár csak a Szombathelyi Hét című heti lapban a Caritasszal egyeztetett felhívás. Igen. Otthon ülök és nézem pont ezt a beszélgetést, és úgy döntök, hogy én szeretnék segíteni, és nem tudok Budapestre utazni. Mit kell tegyek? Mit várnak? Most itt milyen gyűjtésről van pontosan szó? Kikre gondolja? Kiket szeretnénk önök támogatni ezzel a gyűjtéssel? Gyerekeket, családokat, szegény sorban élőket, vagy éppen azokat a szociális hátrányos helyzetű embereket, akiket amúgy is szoktak segíteni? Kikre kell gondolni? Mit tudok én segíteni? Anyagilag, vagy tárgyi segítségre kell gondolni inkább?
Hát most nem szeretném ugyanezeket még egyszer elsorolni, tehát pontosan, de legfőképpen az idős, beteg, magányos, otthon tartózkodó embereket, akikre bizony karácsonykor nagyon sokan senki nem nyitja rá az ajtót. És ugye nekünk van egy óriási előnyünk, plébáni karitás csoportjaink vannak, és a plébáni karitás csoportjainknál nagyon-nagyon sok az önkéntes. És ezek az emberek alkalmasak arra is, hajlandók arra, főleg karácsony táján, hogy ajándékkosarakkal, ajándékcsomagokkal, amit ugye hát össze kell gyűjteni, amiről most ugye beszélünk, elmennek, bekopognak, és nem átadják, hogy hoztam csomagot, hanem leülnek egy gyertyafény mellett, egy fenyőág mellett, és beszélgetnek, és beszélgetnek, és beszélgetnek. És ez a csodálatos, hogy ajándékot visznek, és a szeretetüket viszik. Ettől másabb az egyházmegyei karitász. Tehát mi nem osztunk, hogy sorbálnak az emberek, és kiosztuk, és aláírják a nevüket, hanem mi betlehemes játékokat adunk elő öreg otthonokba, vagy saját magunk hívunk nagyon sokszor nagy családosokat, gyerekes családokat, és akkor ha netán sok játékot kapunk, akkor játékcsomagokat tudunk átadni, a gyerekeknek tudunk kedveskedni, de ehhez mind kell valami tárgyi eszköz, amit ugye ilyenkor ajándékba tudunk vinni. Tehát az a lényege, hogy karácsonykor a szeretetünket visszük, a családi fészekbe el tudunk látogatni a plébánosokkal együtt, akik nyilván karácsony előtt ellátogatnak a családokhoz, főleg az idősekhez, a betegekhez, de valami ajándékot illik ilyenkor vinni. Volt olyan, hogy csak a karitásznak az ajándéka volt annak az idős beteg embernek a fája alatt, amit mi vittünk. Ebben a pillanatban az ajándéknál hosszabb távra gondolkodjunk, tehát ne a megszokott ajándékokban, amik ilyen egyszerű kis édességek, tartós élelmiszerek, vagy gyerekeknek inkább játékok, könyvek. Van erre visszajelzés, amit önök tudnak továbbítani, tehát van-e olyan kérés, hogy ha lehet, akkor nekem hozzanak ilyet, vagy ez nyilván nehezebb, vagy a tapasztalatokból mit tudunk leszűrni, mit ajánl ön most a nézőknek? A tartós élelmiszer az mindig nagy ajándék, hiszen az nem biztos, hogy mind karácsonyra elfogy, abból tudnak tartalékolni januárra is. A gyerekek ugye a játékot keresik a csomagba, a kis szaloncukrot, nem baj, ha picike a csoki, legyen valami, a gyerek az édességnek örül. Aztán kis játékok. Itt nem kell nagyobb dolgokra gondolni, meg azért azt gondolom, hogy minden gyerekes családnál azért vannak felhalmozva, úgy elrakva játékok, amivel már biztos, hogy az a pici nem játszik, és nem kell. De a nagyobb gyerekeket ilyenkor rá lehet szoktatni arra, hogy válasszál, keressél te saját magad, vigyük el közösen együtt, hisz a gyerekeket, ha most nem szoktatjuk rá arra, hogy jónak lenni jó, akkor később őben ez nem fog kialakulni. Én láttam olyan nagymamát, aki a templomba, a Válcsok meg Szent Márton köpenye gyűjtéskor az unokájával együtt hozta, és ő tette oda, és akkor megkérdezte a nagymamát, hogy kinek vittük, hova visszük, és hova fogják kerülni. Tehát a nagymama szoktatta hozzá az unokáját ahhoz, hogy jónak lenni jó. A médiaközpont is szeretne esetleg gyűjtést szervezni, olyan értelemben, hogyha most valaki azt mondja, hogy a televízióba szeretne behozni valamit, tudják fogadni és eljutatják a Caritasba, esetleg itt a munkatársak már ajánlottak föl valamit, félfüllel hallottam ilyet a folyosón. Így van, egyrészt a munkatársak is folytatják a gyűjtést, és ők is hozzák a felajánlásaikat, másrészt a Szombathelyi Médiaközpontba, tehát a Géphény Gyula utca 22-be is el lehet jutni ezeket az adományokat, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy esetlegesen készpénz adományt is várunk majd olyan formában, hogy a december 13-ai hétvége című műsorban árverzésre bocsájtunk egy festményt, és az ebből befolyt összeget is a Caritasnak fogjuk átutalni. Zárásképpen pedig pontosan akkor hova és mikor várják ezeket az adományokat, és mikor lesz ennek a szétosztása? December 15-ig minden nap a Hollán Ernő utca 10-12-ben a Caritas központban, és december 15-én vasárnap reggel 9 órától este 10 óráig ott leszünk, hiszen élőadásban is benne leszünk, tehát ott egész nap várjuk az adományokat. Erről pedig mi még többször be fogunk számolni. Köszönöm szépen, hogy vendégeink voltak és elfogadták a meghívásunkat. Kedves nézőink, maradunk a télnél, maradunk a karácsonynál, egyrészt azért, mert ugye a jégpályát azt mindenki szereti ebben az időszakban, erről láthatnak most egy rövid összeállítást, aztán beszélgetünk a Hanukáról is, hogy pontosan mi ez, mindjárt kiderül. Signs, seek it out and ye shall find the old.
But I'm not that old, young. But I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Kedves nézőink, a vendégem a stúdióban Grünwald Zsolt, az őszi zsidó esték és zsidó fesztivál főszervezője. Szép jó estét kívánok, szervusz! Azt jó hiszem, estét, hogy tegeződhetünk, régi kapcsolatban vagyunk, kollegálisban is. De most a témánk a Hanuka, aminek egy záró rendezvényéről érkeztél hozzánk. Pontosan milyen záró rendezvény volt ezt, aztán helyre tesszük, hogy mi is ez a Hanuka. Így van. Annyira friss a történet, hogy hoztunk fánkot. Friss fánkot, ez kb. 2 órája sült, nagyon meleg volt. Harkai Norbert barátom egészen reggel 7 óta sütött ezeket a fánkokat. 700 darab fánkot sütött meg, és ez mindegy szálig elfogyott, ezek az utolsó darabok, amiket előre készítettünk ide nektek egyébként. Már most érdekes információt mondasz, hiszen szerintem a kedves nézők, ha fánkról hallanak, akkor valahogy a februári farsangi időszakot valahogy az eszükbe. De most egy új dolgot fogunk szerintem megtanulni. Teljesen más. És hogy visszatérjek a kérdésedre, hogy a Hanuka egy 8 napos ünnep, ami most nagyon-nagyon korán köszöntött be, hiszen a zsinagógai időszámítás szerint, amit szerint most 5774. esztendőt írjuk, ha ezt a Gergely naptárral összevetjük, ugye 13 hónap, 12 hónap, a számításban nem menjünk bele, a lényeg az, hogy volt már olyan, hogy a Hanuka karácsonyra esett, és szokták is mondani, hogy a zsidó karácsony, mert ez egy ilyen téli ünnep és télen van. Most majdnem egy hónap van a két ünnep között, november 27-e volt az első napja, és most december 5-e tulajdonképpen a holnapi nap, az utolsó napja, de mint ahogy például a karácsonynál is ugye szenteste, amikor a Jézuska 24-én, tehát karácsony előtt vagy előestjén érkezik. A zsidó ünnepek tulajdonképpen mindig este kezdődnek, az ünnep napot megelőző este. Most ez a 8. nap előestéje, tehát most a Batthyány téren, itt Szombathelyen, a Szombathelyi Zsidó Hitközség épülete, a zsinagóga tövében 8 gyertyát gyújtottunk meg, tehát a gyertyatarton az összes fény fellobbant. Hiszen úgy is nevezik a Hanukát, hogy a fények ünnepe. Miért fények ünnepe? Miért pont 8 gyertya? Néhány érdekesség. A fények ünnepe, az újjászentelés ünnepe, ez bizony a szentély lerombolásához vezet vissza, amikor is megszentségtelenítették tulajdonképpen a templomot, és összesen annyi olaj maradt a templomban, ami kósár volt, vagy ami nem szentségtelenítettek meg, hogy azzal egy napig tudtak világítani. Csoda történt ott, ahogy az írás mondja, és ez a csoda pedig az volt, hogy ez 8 napra lett elegendő, tehát 8 napig tudtak világítani ezzel az olajjal. Az olaj itt bekapcsolódik, ahogy a fánkot is látjuk, ez olajos étel, ilyenkor olajos ételeket szoktunk enni, a fánk pedig a gyerekeknek is egy nagyon kedves dolog, a fényünnepe egy picit a szeretethez is kapcsolódik, az együttléthez is kapcsolódik, hiszen ilyen család apraja nagyja, vagy hogyha ide kivisztük Szombathelyre a Batthyány térre, akkor a város aprana nagyja velünk együtt tud ünnepelni. Miért fontos ez ma az embereknek, a zsidó
Szabaduló Hitközségnek, a szombathelyi közösségnek milyen aktualitása lehet ennek, hogyan lehet itt, hogy mondjam, és nem eltérve nyilván az ünnep szentségétől, de mégis aktualizálni, vagy ennek a modern világban, modern világban élő közösségnek is egy közösségteremtő ünnepe. A szombathelyen a Zsidó Hitközség maroknyi. Nagyon kevesen vagyunk, és körülbelül 3 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a kultúránkat, a gasztronómiánkat, a zenénket kivisszük a város közönsége elé, hiszen nagyon sok érdeklődő telefont, személyes bekopogtatást kaptunk évekkel ezelőtt, hogy mi van itt, hogy be lehet ide jönni, meg lehet nézni egy zsidó templomot, hogy mégis milyen a liturgiája, vagy hogyan. És azt mondtuk, hogy akkor miért ne nyissunk a város felé? Ez egy toleráns város Szombathely. Azt vettük észre, és tényleg van egy szabad egyetemi sorozatunk, most már 4 szemeszter után vagyunk, hogy nagyon kedvelik ezeket a folklór dolgokat, szeretik megismerni a vallási sajátosságokat, és azt mondtuk, hogy akkor itt íme egy plusz lehetőség arra, hogy ezeket a tradíciókat megismertessük az emberekkel. Melyek ezek a tradíciók? Beszéltünk itt a gyertyagyújtásról, de azt hiszem, hogy itt a 8 nap alatt, vagy ebben az időszakban nem csak ez a fő szempont. Ez inkább a családon belüli tradíciók kapcsolódnak hozzá, vagy gyerekeknek szóló dolgok történnek, vagy valóban inkább mondjuk csak a idézőjelesen csak a templomban történt szertartásokhoz köthető a hanuka. Hogyan oszlik ez meg? Hát ezek ugye jelképek, amik mind jelentéssel bírnak. A 8 az a csodákban egy elég jelentős, vagy elég ismétlődő szám, és tulajdonképpen ez a 8 csoda napja, vagy 8 csoda ünnepe, ez is egy szinonimája igazából a hanukának. De ami nagyon fontos szerintem, hogy én szerintem, persze, hogyha tévedek, akkor legyen, aki kijavítson, és ezt szeretném is, hogy Szombathelyen nincs olyan család, zsidó család, amelyik megünnepli a hanukát. És akkor meg miért ne csináljuk ezt az utcán? És akkor aki szeretne ehhez csatlakozni, az miért ne csatlakozzon hozzá? Dr. Puskás Tivadar polgármester úr gyújtotta meg az első gyertyát ma. Aztán Mérei Tamás, a Szombathelyi Szimfonikusok vezetője is meggyűjtött egy gyertyát. Ez sajnos egy kicsit kalandos, de ezt elmondom, mert úgyis majd szerintem a média is megírja, hogy nem sikerült meggyűjtenünk a gyertyákat. Le kellett vennünk őket, ugyanis megdermedt a külső burkolatuk, és így nem sikerült meggyűjteni. Úgy, ahogy ezt szerettük volna, tavaly tevelőtt nagyon jól sikerült, most új technikához folyamattunk, le kellett vennünk a magas, 3 méter magas gyertyatartónk van, talán itt a bejátszásban látható is volt. Igen, le kellett vennünk a kis mécseseket. És meg úgy meggyújtani. Amikor készültem a beszélgetésre, akkor nyilván utána olvastam egy picit a dolognak, és egy dolog megütötte, vagy hát föltűnt, gyerekekhez kapcsolódik egy játék, ez a pörgettyűzés. Kevés időnk van már, de talán ez beszélgetés zárásaként talán érdekes lehet. Mi tartozik, vagy mit jelent ez a pörgettyűzés, és mit jelent az ajándékozás? Ezekben a családokban. Hát az ajándékozás, mint minden családban egy fontos dolog. A gyerekek központi szerepet játszanak, ez az úgynevezett trenderli, amely pici most nem hozta magammal, egy kis pörgettyű, és ott a téren pedig egy nagy kockával játszottuk. Azokra a kockának a lapjaira ragasztottuk fel a betűket, amiket, hogyha összeolvasunk héberül, magyarra fordítva, az jön ki, hogy nagy csoda történt ott. És ezek a betűk, ezek a ganz, azaz a teljes, a halb, azaz a fél, a nun, azaz a semmi, tehát nincs. Illetve a sám, ami meg pedig egy ilyen plusz betű, mert ugye 4 oldala volt a játéknak, és oda is kellett valamit, meg hát így jött ki a mondat nyilvánvaló. Szóval ezzel szoktunk játszani olyat, hogy cukorkákban van egy bank, mindenkinek vannak cukorkái, és akkor van, aki felét rakja be, egészet kiveszi, és akkor a végén ugye akinek a legtöbb marad. Tehát ezt itt sokáig el lehet játszani a gyerekekkel. Csatlakoztak hozzánk gyerekek, csatlakoztak hozzánk egyetemisták, akik oda jöttek és kérdezték, hogy hát mi ez a játék, hogy mondja, gyertek közelebb, és akkor nézzük meg együtt. Nem, mi nem akarunk játszani, de hogyan mutassam meg, hogyha nem jöttök közelebb? Közelebb jöttek, és akkor együtt játszottunk. Zárásképpen mi lesz az a következő rendezvény, ünnep, amit meg szeretne a zsidó közösség mutatni Szombathely városának, mire figyeljünk oda és mikor figyeljünk Hogyha oda? Már februárral fánkkal kezdted, akkor a Purim bál lesz a következő, ami ugyancsak egy téli ünnep, vagy hát legalábbis nálunk itt a Közép-Kelet-Európában télre esik. Egyébként mindenhol, de nálunk tél van éppen akkor. Úgyhogy a Purim lesz a következő ilyen esemény majd. Köszönöm szépen, biztos, hogy arról is beszámolunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves nézőink, a ma esti Szombathely mában ennyi fért. Remélem, hogy érdekes témákat tudtunk önöknek megint mutatni. Kívánom, hogy legyen nagyon szép estéjük, további jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra!
A műsorvezetőt öltöztette Jean Store. Minden, ami divat.